Ma megvan az elszánás a szocializmus építése hazai gyakorlatának alapvető megváltoztatására. A népfelség elvét a szabad választásokon alakuló képviseleti demokrácia képes igazán megvalósítani a mai Magyarországon. Minden nap kapjuk a híreket politikai célzatú kinevezésekről. Mondhatnák persze, könnyű volt Kossuthnak, neki Dembinszkije volt és nem Demszkije. Most lesz március 15-e, hétvégén. Rengeteg ember szólalt már eddig föl, rendszerváltás előtt, rendszerváltás után, különböző programokkal, különböző dolgokkal. Ha önnek lehetősége lenne kiállni a nyilvánosság elé, milyen üzenettel állna ki? Mit mondana? Az, hogy jobb a békesség, mint ez a félig polgárháborús világ, amiben élünk. Szabadságunkat és függetlenségünket nemzeti színeinkből összevart, szívünk fölé kitűzött kokárdával ünnepeljük. Nem hazafi és nem demokrata az, aki politikai megosztásra használja fel a kokárdát. Mit mondan a népnek? Kérem, szeressék egymást az emberek. Kedves magyar polgártár, csak nagy örömmel látom, hogy tele van a tér, rengeteg fiatal, ami nagyon nagy dolog, mert ma már minden elveszik sajnos, mert ez egy ünnepünk talán, amit még a nemzet megünnepel egybe és egészben. Menjen mindenki pihenni, menjenek a szabadba, kiránduljanak, szórakozzanak. Ennyi lenne a március 15-ei beszéde? Igen. Miért? Hát, tavasz ünnepe. Nemzeti ünnep. Mindenki töltse szórakozásra. Amolyan? Igen. 2012 megújuló Magyarországán mindenki gyakorolhatja a jogait. Ha tüntet, ha sztrájkol, ha a kormány bírálja, mindezt szabadon teheti. Csináljunk valamit ez ellen a rendszer ellen, mert ez nem működőképes. Az embereknek nincsenek jogai, nincsenek hová fordulni, nincsenek meg a szakszervezetek, csak papíron. Valamit fogjunk össze, és valamit csináljunk ez ellen. Nem kell fogainkat csikorgatnunk. Nem kell harag, nem kell gyűlölet. Magyarországnak méltósággal és jókedvűen kell győznie. Úgy kell győznie, ahogyan a márciusi ifjak győztek, ahogy a tavasz győz minden évben a tél felett. Azzal vádoljuk Orbán Viktort itt, most, Budapest szívében, hogy ellopta, megtagadta, elhazudta a 48-at, ő az utolsó, akinek joga van ünnepelni. Emberek, figyeljetek rám, figyeljetek jól minden szavamra, amit most mondok, mert fontos dolgokat mondok. Nincs más választás, szabadság. És nem erőszak, nem rebellió, nem önkény, szabadság. Ti? Akik most láttok engem, ha egyáltalán látni fogtok, hallgassatok, és figyeljetek. Megingathatatlanul hihetsz hagyományosnak gondolt férfi-női szerepekben, a család semmi mással nem pótolható összetartó erejében, vagy férfiként férfi, nőként nő szerelmére vágysz, ezzel együtt is összetartozunk. Az, ami ebben az országban megy, már rég nem arról szól, hogy Orbán, vagy Gyurcsány, vagy Fidesz, vagy MSZP, vagy Jobbik, vagy nevezzük, ahogy akarjuk. Teljesen mindegy. Ez az ország módszeresen ki van csinálva. Mi vagyunk ma Magyarországon a legerősebb politikai közösség. És a politikában úgy van, hogy legerősebbnek lenni, az nem a legtöbb jogot jelenti, hanem a legtöbb felelősséget és a legtöbb kötelezettséget. Nekünk kell magunkra vállalnunk Magyarország talpraállítását. Emberek, ne higgyétek, hogy az MSZP vagy bármelyik másik párt megváltoztatna bármit, és én nem azt mondom, hogy ők rontottak el mindent, csak azt, hogy nézzetek egy kicsit tovább ezen. Emberek, azt üzenem nektek, hogy emlékezzetek meg azokról az emberekről, akik kimertek állni a szabadságért,
és példát vettek róla, mert akkoriban volt összetartás, nem mint manapság, hogy manapság az emberek egymást húzzák, nyúzzák, és emiatt van a szétválás, nincs összetartás, mert együtt van az erő az egységben. Nézzétek meg azt, hogy mi az, hogy Európai Unió, mi az, hogy euró, mi az, hogy Európai Egyesült Államok, és hogy milyen kapcsolata van ennek a jövővel. Köszönöm szépen!